A Mi Hazánk mozgalom határozott és kemény lépéseket fog tenni a jövő héten a debreceni akkumulátorgyár ügyében. Éppen ezért nagy tisztelettel bejelentem, hogy február 24-én pénteken délután 2 órai kezdettel az építkezés helyszínéhez legközelebb eső közterületre demonstrációt hívunk össze. Erre nyilván mozgósítani fogjuk saját tagjainkat, aktivistáinkat, szimpatizánsainkat, és már most bejelentem, hogy várjuk azokat a civileket, és várunk mindenkit, akit eddig részt vettek a demonstrációkon, és akiknek fontos az akkumulátor gyár megépítésének megakadályozása. A Mi Hazánk mozgalom egészen kivételesen arcátlannak tartja egyrészt a gyenge, enyhe feltételekkel megadott környezetvédelmi hozzájárulást, amely egyébként sajnos borítékolható volt, másrészt pedig legfőképpen azt, hogy az építkezés ilyen rossz dumával bevezetve, hogy saját felelősségre már több héttel ezelőtt megkezdődött. Azt kell észrevennie a debrecenieknek és a Hajdú-Bihar vármegyében élőknek, hogy ezt a kérdést nem az ő városukban akarják eldönteni, hanem talán már régen eldöntötték Budapesten és Pekingben. És meg kell érteni a döntéshozóknak, hogy ez nem Kína, hanem Magyarország, a mi hazánk, és nem Budapest, hanem Debrecen, nem Pest vármegye, hanem Hajdú-Bihar vármegye. Az ott élőknek kell erről véleményt mondani, és gyakorlatilag már az egyébként is szabad utat engedő környezetvédelmi határozat meghozatal előtt elkezdődött ez a kivitelezés. Ezt talán még mindig kevesen tudják. Hát gyakorlatilag itt úgy gondolták egyes országos szintű döntéshozók, hogy teljesen mindegy, hogy a debreceniek mit akarnak. Nagy ívben tesznek arra, hogy a Hajdú-Bihar vármegyében élők mit akarnak. Ők ezt már eldöntötték, és nyugodtan saját felelősségre el lehet kezdeni ezt a beruházást. Hát természetesen ez olyan saját felelősség, hogy egy ilyen költségvetésű, ilyen volumenű beruházást csak akkor kezd el bármilyen kivitelező vagy beruházó, ha teljesen biztos lehet abban, ha a legmagasabb helyekről kap biztatást arra vonatkozóan, hogy mindent majd el lehet végezni, és minden majd az eredetileg általuk kitalált ütemterv szerint halad. Nos, ez az, amit mi egészen kivételesen pofátlannak tartunk. Ez már nem is a plépofa, hanem a teflon arc, a legvastagabb bevonatú teflon arc kategóriája. Amikor azt hiszik Budapesten, azt hiszik Pekingben, hogy bárkivel bármit meg lehet csinálni, bárkinek bármit a torkán el lehet tuszkolni. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom nem tartja elegendőnek a vonulásos demonstrációkat, a Mikepi első Debrecenbe való átvonulást, kifejezetten elégtelennek tartjuk a debreceni Kossuth téren való megjelenést. Ott kell megvívni ezt a csatát, ott kell megvívni ezt a küzdelmet, ahol zajlik már most is a munka, ez pedig a kivitelezés helyszínéhez legközelebb eső közterület. Ismétlem még egyszer, február 24-én, jövő héten, pénteken 14 órától fogjuk megtartani ezt a demonstrációt, melyet természetesen a hatályos szabályoknak megfelelően már a mai napon be fogunk jelenteni, tehát mi a törvényes keretek között fogjuk ezt a demonstrációt megtartani, melyre hívunk mindenkit, és még azt is szeretném jelezni, hogy a demonstráción túl is hathatós eszközökkel fogunk fellépni a gyár megépítésének megakadályozása érdekében, nem olyan bágyat eszközökkel, vagy éppen eszköztelenül, mint amilyen a Fidesz-szel cinkosan összekacsintó DK-ra jellemző, és mint ami a gyakorlatilag Fidesz támogató teljesen hatástalan, sőt kifejezetten a beruházás érdekei szerint megfogalmazott momentumos kérdésben rejlik. Mi igazi mozgalomként megfelelő eszközökkel fogunk tudni fellépni ennek érdekében, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ez a gigantikus beruházás Debrecenben dőljön el, de Budapesten és ne Pekingben.